Na sziasztok mindenki, elérkeztünk a legújabb anotalkos részhez. Már hiányzott, bevallom őszintén, hogy nekem hiányzott, remélem nektek is. Nők leszünk, és férfiakra vadászunk, szokás szerint, úgyhogy megnézzük, hogy... De amúgy igen, ha férfiak vagyunk és nőket keresünk, esélytelen gyerekek, úgyhogy a nőként ezért találunk ilyen hirtelen embert. Hát már rögtön meg is jött az első fiatal emberünk, kicsit arrébb teszem magam, hogy jó legyek. Jó, oké, és nézzük. Szia! Ez egy jó szándékú fiatal ember, új beszenevekkel készültem. Szia, te kis borsóseggű, aki nézi a live-okat, tudhatja, hogy miről beszélek. Hát nem értékelte. Ő lehet, hogy fokhagymaseggű, nem borsóseggű. Közeledik a Valentin nap is, gyerekek, remélem mindenki szerelmes. Nagyon-nagyon. Szia. Szióka. Neved. Kérdőjel, hol marad? Hát már most kiborítnak, jó az ember, mi sem bírunk írni. Nem szeretnek ma gyerekek, nagyon beflegmútunk így Valentin nap előtt. Szia kor, szia reneszánsz. Ez nem kötekedés, mert valaki azt mondaná, ez csak válasz a kérdésre. Jó, oké, gyerekek, tényleg újítsuk. Megint leírja, hogy neved. Biztos vagyok benne. Hogy vagy? Nem, ez egy jó szándékú fiatalember. Minden okés, készülődök a Valentin napra. Te hogy vagy? Hogy vagy? Nézzük, ő készül a Valentin napra. Hogy lehet ilyen sokáig írni? Hát teljesen ki vagyok borúva. Na, én köszönöm, meg vagyok, és hasonlót nem igen tudok tenni, mert nekem nincs kit meglepni. Megleptem. Hú, ez szomorú, gyerekek, most elérzékenyültem teljesen. Hát, nekem sincs kit meglepni, bástya. Jaj, mindjárt mondok valamit, gyerekek, most erre a bástyára jutott eszembe. Csak készülök. Egy pohár borral. Na, bástya. Szoktam Facebook üzeneteket kapni, ahogy tudjátok, és leírja, hogy jók a videói, tesim. Mi az, hogy tesim? Tesi órára szoktam azt, lesz tesim! Ilyeneket, teljesen ki vagyok borulva. Tesim, meg tesó, meg bástya. Hú, megtalálnak amúgy nagyon durva emberek. Nekem ne flegmázzál. Okés? Bocsánat, kicsit agresszív vagyok, mert tiszta idegvok. Tiszta idegvok, szerintem remélem megérti. Beszéljünk másról. Mi a neved? Mi akartam a nevedet ne írni? Nem tudom. Elnézést, nem álltam. Jaj, de ki cuki! Jaj, ne viccelj! Nem bántottál meg! Én vagyok a kis hunszut. Amúgy engem Ádámnak hívnak. Öcsi, te vagyod. Amúgy engem Ádámnak hívnak. Szép név. Első ember. Engem Évának. Micsoda véletlen. Ádám és Éva! Ádám és Éva megszületett ebben a videóban. Tökéletes. Na igen, szerencsés véletlen. Nad megyek, ha nem haragszol, Ádika. Majd... beszélünk, ezt ugye majd beszélünk. De hát soha többet nem tudjuk, hogy kivel beszéltünk amúgy. Jó, ez jó volt. Ez jó volt. Na nézzük, a partnered ír. Szia. Nem ír, mert magyar, szokás szerint. Képcsere. Adjál már a képeid, de! Hát ki kíváncsi rád, tesi? Nézzük a következőt, mert az előző egy állat volt. Már bocsánat. Szia! Nézzük, hogy kivel hozott minket össze a sors. Lehet, hogy megint Ádámmal, de majd kiderül. Hogy vagy? Szerintem ez Ádám. Ádi! Te vagy az! Ádi! Ádi, mondd azt, hogy te vagy az. Mert ő kérdezte az új, így az előbb. Tég
bedobja, és hogy eltaláltuk, gyerekek? Hogy eltaláltuk? Nem hiszem el, szerintetek nekik neki leesik? Tesi barátunknak leesik? Na hát, hát ennyi. Mondtam, hogy még beszélni fogunk. Éva Vok. Megint. Ádám és Éva szétválaszt. Ádám és Éva szétválaszthatatlan, gyerekek. Teljesen. Ádám és Éva szétválaszthatatlan. Teljesen ki vagyok most barúva. Egymásra talált Ádám és Éva. Durva. Durva ez a tesi. Ne szórakozz, tesi. Mizu veled amúgy. Mennem kell, bocsi. Majd beszélünk. Szia, Ádi. Szegény! Szegény Ádi! Szegény! Szegény, pedig nagyon próbálkozik. Hello! Hello! 29 szegen! Mit akarsz, te állat? 23... Vácz! Most nem tudom, miért ez jutott eszembe. Vácz! Váci gyerekek vagy. Messze. Nagyon. De van autód, nem? Hát a mai elvárásoknak kell megfelelni, gyerekek. Hát nagy igények vannak itt mostában. Nincs, miért lenne? Hát gondoltam, van. Akkor megyek is. Na jó, nem! Nekem nem a külső számít. Nem kell kocsi. Gyere vonattal! Nem is tudod, hogy nézek ki. Hát igen, de nem megyek semmire, bocsi! Nem már! Hagyjál békén! Te! Jó! Beszélgetésnek, hogy nem szabad lányok így viselkedni, mert normális embert nem találtok. Ahogy a férfiaknak se szabad lenézően viselkedni a nővel. Szió! Na, szió! Ez durva volt. Öntelt! Tudjátok mit írt? Önteltek vagyunk. Mizus, minden oksa tesi. Veled? Hú, ez a tesi gyerekek, ez nagyon idegesít. Nagyon. Amikor rávér, tesi. Na Mizu tesi. Meg várjátok, vannak fiúk, vannak ilyen ismerőseim, nem is tudom, hogy miért vannak ilyen ismerőseim. Van a képe, és a csak fiú ismerősei szíveznek, hogy jó lett tesi, jó lett báska, nem bírni veled, szeretlek, és szívek, és csak fiúk írnak a fiú képeihez. Uncsi tesó. Hihetetlen. De ez a rész is kiborított teljesen. Ennek a videónak a végére mindig teljesen falra mászok. Összekarmolom magam lassan. Hát! 70. Unokám mutatta ezt az oldalt. Te? Tegeződhetünk? Bocsánat. Én 18. Na, akkor csókolom. Akkor kérlek csókolomot köszönj. Az egy 70 éves így írna ilyen gyorsan. De szerintem tud valaki így írni. Ez elég hihetetlen számára is, úgy gondolom. Nézzük, mit fog reagálni ez a kis hableányfejű. Nem írom le neki, mert megsértődnek sok szó most már. Hallod? Olyan szép arcom van. Simulna. Nem bírom, bocsánat. Nem bírom. Ki ez? Ki ez? Ki ez a tesi? Utolsó emberekhez érkeztünk, már megint kiégtem, kedves nézők. Remélem, hogy tetszik nektek ez a videó. Teljesen kétel. Ha tetszik a videó, akkor nyomjatok egy lájkot. Ha még nem unjátok ezt a fantasztikus sorozatot, én nem tudom megunni. Ez hihetetlen. Ádi! Ádi! Szia!
Megint az Ádi azt szerintem! Na ne, te hogy az én van? Igen, én vagyok! Te állat! Tudtam, hogy Ádám és Éva mindig egyek voltak. Na, ez szerintem ez a napfénypont a gyerekek. Ádi! Ne hiszem el, gyerekek. Ezt ne hiszem el. Ez a fantasztikus. Háromszor bedobja ugyanazt az embert, méghozzá Ádit. Vicces, a teljes kapcsolatom is egy Éva nevű lányja volt, bár nem volt teljesen komoly, mert kicsik voltunk. Sajnálom, hogy vége lett. Sok kitartást, Ádi, az életben. Te egy nagyon jó gyerek vagy. Szia, azért becsüljük meg, hogy tényleg akárhogy írunk neki, normálisan válaszol. Normálisan válaszol, úgyhogy Ádi, hogyha látod ezt a videót, Éva üdvözöl és kitartást kíván. Gyerekek, hihetetlen, hihetetlen. Remélem, hogy tetszett ez a videó, ha tetszett, hogy nyomjatok rá egy lájkot, és jövünk a folytatással. Ádám és Éva egymásra.